Játsszuk újra. Ebben a műsorban a 70-es évek erdélyi magyar zenei mozgalmait elevenítjük fel, lehetőleg a akkori résztvevőkkel, és főleg a fiataloknak szóló zenei műfajokat. Na most ez a cím, hogy Játsszuk újra, ez ezen a színpadon, a Nagyváradi Szigligeti Színháznak a színpadán rendkívül odaillő lett volna, amikor egy szilveszteri műsoron, amelyben a II. Világháború utáni évtizedekről volt szó, egy kis iróniával, humorral, a Magyar Televízió hajdani adásaiból részletekkel, és korabeli magyarországi slágerekkel. És én meg voltam hívva az előadásra, néztem nagy érdeklődéssel. Egyszer csak az Omega, az Illés, az LGT után, amikor a 70-es évekre került sor, akkor a Metropol együttesnek a dalai szólaltak meg, sőt, megszemélyesítették az együttesnek a tagjait, és jelenteteket játszottak le az együttes és az együttes tagjainak a hajdani életéből. Nos, a Metropol valóban a 70-es éveknek az egyik legnépszerűbb romániai együttese volt. Mi, a Román Televízió magyar adása, amikor 10 éves lett a nagy sikerű együttes, akkor készítettünk róluk egy dokumentumfilmet. Megszülettem, bomlott a kis polgári élet. Eltelt azóta már 100 év, és most unalmamban visszanézek. Utcán játszottam, suliba mentem, ott megmondták, hogy mivé válok, hogy rendes ember nem leszek, mert mindennel csak zajt csinálok. Úgy alakult, hogy fel is nőttem, ki tudja már, hogyan, miért. Gitárt csináltam, ordítoztam, őrültem, sírtam a Beatlesért. Nem lettem úr, boldog se lettem, embert nem öltem, nem is loptam. Néha sírtam, néha nevettem, és közben mindig gitároztam. Még nem tudom, hogy milyen az élet, de szeretem, mert zenéje van. Stán úgy megyek majd el belőle, hogy gitáron kísérem magam. Stán úgy megyek majd el belőle, hogy is kezdődött. Három fiú közül sajnos ma már csak egy tudott eljönni hozzánk, de ő nem más, mint az együttesnek a mindenkori vezetője, menedzsere, lelke, Virányi Attila. Szia, drága Attila! Szervusz! Attila, mondtam az előbb, hogy a három fiú közül csak te tudtál eljönni. Légy szíves, magyarázd meg ezt. Igen. Hát mert már csak én vagyok életben, három fiú, Elekes Csaba, ugye temesvári színház karmestere volt, meghalt 86-ban, és Rádő Béla pedig 94-ben. Nagyszerű muzsikusok voltak mind a ketten, de én gondolkoztam rajta, és nem
úgy egész részletesen nem jutott eszembe, hogy hogy ismerkedtünk mi meg? Hogy találkoztunk mi? Hol? Hát arra emlékszem, hogy te lejöttél a pedagógiai főiskola alaksorába, egy raktárba volt a próbatermünk Nagyváradon, és ott meghallgattad az együttest. Mi akkor játszottunk a Jási Egyetemi Fesztiválon, és készültünk a 72-es Sziculusz Fesztiválra a Három fiú című nótával. Hoppá, ez a meghallgattam, ez azért, hogy mondjam, szépíti egy kicsit a dolgokat, mert akkor volt egy ilyen 20 wattos dojna erősítőtök, és egy kongó pince, amiben én csak azt láttam, hogy három nagyon lelkes srác, amúgy egy ilyen jó belevaló muzsikát produkál. Hát, ahogy a nóta mondta, hogy álmodoztunk valamiről, hogy aztán mennyi jött belőle össze, az bizonyította a későbbi idő. Úgyhogy én bátor kellett legyek egy kicsit, hogy benneteket elhívjalak Bukurestbe, tehát a Nagyvárattól Bukarestig, ugye ez egy hálókocsit jelent, és hogy ott bekerüljetek rögtön a professzionális zenei stúdióba, de hát nem bántam meg. És lett is belőle egy felvétel. Ezt a felvételt úgy kell nézni, hogy azért ezek a fiúk ekkora hajjal rendelkeztek, csak hát a felvétel kedvéért ugye sminkelni kellett valamit idézőjelben a hajukat. Így igaz. Már maradjunk a hajas anekdótánál, hogy ez később sikerült megoldanunk, és nem máshol, mint épp itt a Nagyváradi Szigligeti Színház színpadán. Itt rendeztünk egy nagy előadást, Tapsoljuk Nagyváradot. Ebben mindenféle műfaj jelen volt, többek között a rockmuzsika is. És akkor a színházi rendező kitalálta, aki segített nekünk, hogy hát fel kéne öltöztetni a fiúkat valamilyen korabeli ruhába, és akkor 14. Lajos korabeli ruhába adtátok elő a számot, Bélusz énekelt egy nagyon szép lassú számot, ami nagyon tetszik. Igen, még ki is bödörítették külön a haját, hogy ilyen Lajos korabeli. És akkor lobogott a hajú. Igen, de így igaz. Addig él az éneked, amíg dalolják az emberek. Tetszett nekem ez a szám. Ez így igaz, és ez lett a mottónk is tulajdonképpen. És mivel nektek a mai napig is élnek a dalaitok, akkor rátok nagyon szépen illik ez a mondat. De ami ezt a színházat illeti, hát ebben a színházban rengeteg szép emléked lehet. Borzalmas sok, azon kívül, hogy hát itt születtem egy lépésre. Ugye gyerekkoromban is millió színházi előadást láttam, de utána hát a Metropol összes nagy sikere ehhez a színpadhoz fűződik.
Itt kimentünk, és megkérdeztük a nézőket, hogy emlékeznek rátok. 10 éves lehettem, akkor az első koncerten voltam. Igen, amíg az ifjú V újabb szenvedései, Csíki Bolyával, Zalányi Gyulával főszerepben. Ennyi év után, mire is emlékeznek 2004-ben, az 1973-ban bemutatott ifjú V-re. Ava szép sikeret akar. Igen, hát ez majdhogy nem történelem. Végül is az erdély színpadi élet egyik csodája volt ez a Werther előadás. Sehol a világon Ulrich Plenzdorfot nem játszották ennyiszer, mint az erdélyi színpadokon, és ez a Nagyváradi Színháznak egy csodálatos produkciója volt. 73-ban volt a premier, 77-ben, amikor a földrengés volt, akkor ezen a színpadon itt játszottuk még. Hát az egész társaság zseniális volt, de mondjuk Csiki Ibolj abszolút fantasztikus volt. Tehát ő az az érett óvónéni, aki egy egészen új típusú szerelmet hoz a Werthernek. Hát ez egy nagyon híres és ominózus turné volt, ugyanis végigjártuk Moldovát egy turnén, és utána, ahogy szoktunk, az Uzon völgyén jöttünk vissza Székelyföldre, és akkor volt egy telefonhívás, hogy nem-e lehetne felvenni az egyik koncertünket Sepsiszentgyörgyön. Mondd, egy év alatt körülbelül hány néző nézi meg a Metropol koncerteket? Hát ez elég nehéz kiszámítani. Egy konkrétabb adat az, hogy a múlt évben 210 napot játszottunk. Ez naponta körülbelül egy 1000-es tömeget jelent. Persze a sportcsarnok akkor több, néha kisebb helyiségben is játszunk, akkor esetleg csak 800. Így hozzávetőlegesen 200 ezer ember látta múlt évben a koncertünket. Figyeltem a szövegeiteket, sikerült azt hiszem így a tömeget megmozgatni, megszólítani ezekkel a szövegekkel. A szövegeknek olyan 70%-a az Máca szöveg, Máca Gyula és Béluci. Volt egy moldovai turnétok, és oda román számokkal is kellett mennie. A szövegeket lefordítottuk.
Én azt mondtam, hogy csak úgy tudjuk megszólítani a közönséget, hogyha ha románul is énekelünk. Végül is ezt az idő bizonyította, hogy ez egy helyes út volt, de azért megtettük azt, hogy Jásba a sportcsarnokba az Ég érhetne az ének című nótát, azt magyarul énekeltük el, és előtte röviden elmondtam románul a szövegnek az értelmét. És senki nem haragudott meg? Senki nem haragudott nem meg, sőt, aztán persze tudtuk, hogy nagyon sok magyar egyetemista is volt, hisz Székelyföldről nagyon-nagyon sokan tanultak Jász városába, ugyanúgy, ahogy aztán román városába, ahol a legnagyobb csőgyár volt, és két koncert szerződés után 6 koncertet tartottunk, és jöttek hozzám autogramért, és kisült, hogy voltak olyanok, akik kétszer is eljöttek a koncertre. Ezzel a moldovai turnétokkal, ahol románul is énekeltetek, ezzel bekerültetek egy ilyen általános romániai érdeklődés körébe. Aki a rockot szerette, az megtudta, hogy létezik egy metropol együttes, a románok is. Úgy indult el az egész, hogy az egyik nótán felkerült a román toplistára, ez is ugye hogy a román szöveg miatt is, meg a zene is jó volt. Ugye hosszú hónapokig tartott az első helyet a szeptemberi toplistáján. Mi voltunk az első romániai együttes, aki egyedül is megtöltöttük a polivalens termet. Bukaresttel a kapcsolatotok odáig is vezetett, hogy a lemezgyárban elfogadták a javaslatotokat lemezekre. Hát igen, néha te javaslatod is volt, mert azért kikérték a szakértőknek a véleményét. Igen, sikerült tulajdonképpen 1974-ben egy kis lemezt felvenni, és végül is 78-ban készült el a legendás fehér album, amelyik egy nap alatt lett felvéve. Mert hát ennek az a története, hogy reggel közölték velünk, hogy különböző elfoglaltságok miatt csak egy nap van, és a kislemezt vehetünk fel. Ezt én nem mondtam meg a fiúknak, lementünk, elkezdtünk dolgozni, és hát te tanúja voltál, mert éjjel bejöttél, éppen a fiat született meg, és utána
befejeztük a munkálatukat, és elkészült a fehér lemez. Ti a lemez kiadást azt nem szüntettétek meg akkor, hanem ebben az új korszakban ilyen vinil lemezeket adtatok ki, először reprintet, és utána eredetit is, és itt van az egyik eredeti. Igen, hát ez azt kell tudni, hogy ugye ez a Black Box nevű lemez, ez tavaly jelent meg, 2016 novemberében, Moirász kiadó kiadása Budapest, a Nemzeti Kulturalap szponzorálásával készült, és olyan dalokat tartalmaz, amelyek hát ilyen időkapszulában voltak elrejtve, mert már a román lemeztársaság nem akarta kiadni őket. Ők nem politikai okokra hivatkoztak, hanem gazdasági okokra, hogy hát azért a kevés magyarért nem érdemes magyar szöveget kiadni. Az ember azt gondolná, hogy ti elkezdtétek jól érezni, otthon érezni magatokat ebben az országban, és a szülővárosotokról írtatok egy nagyon szép dalt. Úgy alakult a dolog, hogy én kaptam Mácza Gyulától egy szöveget, mint sok, sok minden egyéb szöveget, különböző karácsonyi és húsvéti ajándékként kaptam őket, és ez az Otthon című dal, ez a fehér lemezre is rákerült, és utána hát készült egy nagyon híres videóklip, amit Nagyváradon lett forgatva, Emil Lungu kollégám a televíziótól, ő filmezte egy 16 mm-es Ariflex kamerával, és hát mai napig is csak csodálom azt, hogy ő olyan egyszerűen egy tehertaxira rátéve a kamerát, hogyan csinálta meg ezt a videóklipet. Óhatatlanul az ember arra gondol, hogy azért jól éreztétek magatokat Nagyváradon, és szerettétek ezt a várost. Mert ez arról szól. Persze, persze, nagyon szerettük a várost, csak láttuk, hogy kezdjük kinőni, tehát hogy szükségünk van egy szakmailag elsősorban egy nagyobb platformra. Ezért volt az, hogy akkor már az egyik nótánk ugye felkerült az NDK toplistára. Meghívtak bennünket a Dresdai úgynevezett szocialista országos lágerfesztiváljára. És láttuk, hogy nem engednek ki, tehát nem kapunk útlevelet. Elmennek a hangszereink, ki vagyunk plakátozva, tudjuk, melyik szállodába kéne lakjunk, csak éppen mi ott ülünk Bukarestbe, és utána később olvastam az archívumokba, hogy az Ária kiküldött egy faxot, hogy a Metropol annyira el van foglalva, hogy nem tud eleget tenni a turné kérelemnek. Ugyanez lejátszódott Magyarországon, Nyíregyházán a sportcsarnok el volt adva, és ott álltunk a szégyenbe, mert hát ugye senki nem tudta, hogy a Metropol miért nem jött. És utána vége az volt, hogy már egy szovjetuniói turnét is, amelyik egy 30 napos, nagyon kemény turné lett volna egészen Vlagyivosztokig, azt egyszerűen megfúrták, nem mentünk ki. Thank you.
volt egy számotok, ami nekem nagyon tetszett, de amúgy nem tökéletesen értettem, hogy miről is szól. A szöveg szólt valamiről, láttam, hogy ti nagyon tudjátok, hogy miről, és az nekem egy kicsit olyan áttételes volt, de nem ismertem megfogalmazni magamnak, az árnyékok ágya. Most már mondd el, hogy miről is szólt. Igen, hát tulajdonképpen ennek a címe Szekuszong volt, csak azért kellett ezt az árnyékok ágyára átírni, mert ugye hát az árnyékok mindig követnek bennünket. Csak a nagy kérdés, hogy ezek a gazember árnyak mikor pihennek. És ezért tettük fel a nagy költői kérdést, hogy hol van az árnyékok ágya, mert még képesek éjszaka teli holdba is követni bennünket. Most már használhatjuk úgy, hogy Szekuszong zárójelbe, úgyhogy most már tudjuk, hogy miről van szó. Azoktól az ismerőseimtől, akik elmentek az országból a 70-es, 80-as években, hogyha megkérdezi az ember, hogy miért is mentek el, rendszeresen mondják, hogy hát milyen üldöztetéseknek voltak kitéve, és a Szekuhoz hívták őket, nem tudom néhányszor. De legtöbbször, amikor megkérdezem azt is, hogy akkor kikértétek a Szeku dossziétokat? És akkor kiderül, hogy nem kérték ki, inkább csak szóval emlékeznek ezekre a dolgotokra. Na most, ha téged megkérdezlek, az előbb említetted a Szekut, hogy van-e bizonságod arról, hogy a Szeku figyel benneteket? Én is hallottam ezeket a mendemondákat, és tiszta kártyával akartam indulni, és bele akartam tekinteni. 2005-ben beadtam a kérelmet tavasszal, és 2005. októberében betekintést nyertem az iratokba, sőt, még több másolatokat is készítettem ezekről. Ami a legérdekesebb volt, hogy 1975-től 81-ig a próbatermünket a szakszervezeti házba bemikrofonozták, és ezt gyakorlatilag 24 órás megfigyelés alatt tartották, mindent jegyzeteltek, úgyhogy ma van egy nagyszerű jegyzőkönyvem, hogy hova megyünk, mikor megyünk, milyen szöveghez, miket tettünk hozzá, hogyan mondtuk, mint mondtuk. Hát megírhatod ennek alapján az emlékirataidat? Természetesen, van is erre egy elképzelés, és a lényeg az egészben az volt, hogy amikor éppen egy felügyelő kislány el akart menni ebédszünetre, a dosszárból az ölembe hullott egy fotó. És ez az én belépőm. Így néz ki a fotó, eredetileg szépen cirádásan levágva, úgyhogy gyakorlatilag ez a híres követési fotó, ahol egész nap bennünket fotóztak, és jegyzőkönyveket készítettek, hogy hova megyünk, kivel beszélünk, mit iszunk. És mit ér a hátán? A hátán, hát érdemes megnézni. Először egy, hát írni alig tudó megfigyelő ír fel különböző fontos adatokat, és utána a tábornok, aki a vizsgálatot végzi, ő már ékezeteket is rak, és ő már tud egy picikét többet. Rengeteg koncertetek volt, tehát anyagilag sem állhattatok nagyon rosszul. Mégis mi volt az, ami annyira nyomasztott, hogy elmentetek az országból többen is a Metropol tagjai közül? Döntenünk kellett, hogy hogyan is fogunk szakmailag tovább lépni. És engem, ami nagyon nyomasztott az, hogy egyrészt nem engedtek ki bennünket, és hát volt egy epizódus, mégpedig len az, hogy az Áriánál éppen egy külföldi turné ürügyén kellett tárgyalnom, és az igazgató azt mondta nekem, hogy hát most nem megyünk.
És én akkor becsuktam az ajtót, a párnázott ajtók voltak, de nem tökéletesen, és még hogy ott udvaroltam a titkárnőnek, azt mondja a kollégájának bent elég nagy hangon, hogy hát, ameddig én itt vagyok, ezek a pletosibör, bos, ezek a hosszúhajú szakálasok, ezek nem mennek sehova. Simájá lészköszönsi bozgolj. Hát ezek után én lementem a fiúkhoz, akik vártak engem a kávézóba, és mondtam, gyerekek, hajunkat levágathatjuk, szakálunkat levágathatjuk, de hogyan csinálunk Rádúj Bélából, Orbán Andrásból, Trifán Lászlóból, Virányi Attilából ősrománokat? És azt kezdtétek nézni, hogy merre van a határ. A lépteiteket nem számoltátok, sem hagytátok a várost, és azzal, hogy talán soha nem tértek vissza. Így igaz. Lépteim nem számolom, s a várost lassan elhagyom. Nem térek vissza tán, sohasem. Értél az utat végére, mégis, de nem túl könnyen, ahogy mesélted. Tehát átjutottatok Magyarországra, 81-ben, igen. És utána pedig te tovább szerettél volna menni okmányok nélkül. Hogy volt ez? Hát úgy okmányok nélkül, hogy tulajdonképpen én rendelkeztem egy román útlevéllel, amiben az volt beírva, hogy a Cseszpasaport valábil pént utcát egy szervéle lumi. És tudtam, hogy minden nap egy szárnyas hajó összeköti, egy fényes szovjet gyártmányú szárnyas hajó Budapestet Bécssel. És ott elintézték azt, hogy felkerültem a hajóra már, tehát sikerült átmenni a határellenőrzésen. Sajnos egy tisztnek eszébe jutott, hogy már a hajón is még egyszer ellenőrizzék a papírokat, és akkor lebuktam. Szerencsémre nem adtak ki a román hatóságoknak, hanem ott maradtam, és akkor eldöntöttem, hogy valamilyen más utat kell választanom, mert ha mondjuk börtönbe kerültem volna, akkor azt édesanyám nem élte volna túl. Végül is sikerült tovább menned? Végül is az lett, hogy 1983-ban először lehetett úgy beadni útlevél kérelmet Magyarországon, hogy nem a belügyi hatóságoknak, hanem az IBUS-nak, és ott, mint kiránduló Spanyolország irányát neveztem meg, úgy, hogy Németországot nem is érintem, sőt, még Ausztriát sem, hanem Olaszországon keresztül és a kroát partokon megyek le Spanyolországba. Természetesen másképpen alakult a dolog, megérkeztem Bécsbe, jó barátom átvitt, és onnan pedig Nürnbergbe a gyűjtőlágerbe mentem. Thank you.
Ugye nekünk a nyugat az valami távoli, csodálatos világ volt, és te is nagy vágyódással mentél arra felé, hogy milyen volt az első szabad napod, mikor szabadon járhattál, kelhettél Ausztriában? Hát amikor megérkeztem Bécsbe, akkor gyakorlatilag egy olyan felizgatott állapotba kerültem, hogy 3 napig nem tudtam aludni. Egyrészt a színek, utána a Fischer Péter barátom lakásába a 5 vagy 6 ezer LP, amelyek ott állt, olyan zenei anyag, amihez szinte nem is tudtam volna előtte hozzájutni. És ami az utcákon járva, ugye, és már készültek az Orwelli évre, az 1984-re, és ugye mindenütt ki volt téve az a könyv, amit én nekem soha nem sikerült beszereznem. Tehát hallottam róla, hogy Orwell írt egy könyvet, 1984, a nagy testvér, egyszerűen ott álltak a kirakatokba. Ráadásul az, hogy oda mehettem, ahova akartam, ez valami egészen elképesztő örömet jelentett. Hány éve írsz Németországba? Hát most már 34 éve. De most ennyi idő után az a csodálatos világ még rendelkezik ezzel a varázssal, amit az első napon éreztél? Talán nem olyan katartisztikusan, most már hozzászoktunk ahhoz, hogy odautazunk, ahova akarunk, vagy... Mi is odautazunk, ahova akarunk? Igen, de például, amikor most a repülőtér felé mentem, Bázel felé, akkor ugye kicsit zokon vettem, hogy a francia hatóságok ellenőriznek a határon, mivel hát náluk még most is készültségi állapot van, és hát érthető, hogy minden autóba benéznek, még a szakállasokat látnak, nem tudják, hogy nem-e arab terroristákkal van dolguk. Jöttek a romániai változások 89. decemberében, és a magyar adás az újraindult, amikor elértünk a 25. működési évünkhöz, 94-ben, akkor többek között a Metropol Együttest is meghívtuk ennek a megünneplésére, és akkor eljöttetek. Hány év után játszottatok ott először? 12 év után. 12 év után.